Kampánykörútja során Marosmásárhelyre, Maros megye több településére látogatott Sógor az RMDS európai parlamenti képviselőjelöltje. A vándortarisznyáját újabb értékekkel és kérésekkel töltötte fel. Sokszor nem könnyű a vállára nehezedő tarisznyas súlyát viselni, nem csak kampányidőszakban, de a mandátum teljes ideje alatt is, valotta be Csaba, de azért vállalják, mert nem tehetnek mást, mint bízni abban, hogy két világháború után a mikrofon a közösségünk érdekeinek ereje hatni tud. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nem a szocialisták vagy a liberálisok az igazi ellenfelek, hanem az euroszkepticizmus. Elmondta, bár lennének olyan sokan az erdélyi magyarok, hogy minden ideológiai csoportban külön képviseltethessék magukat. Brüsszelben. Nem vagyunk olyan sokan. Ilyenkor számolni kell, és a józan számítások, a realitás talaján kell elindulni. Nyilvánvaló, hogy szokták ezt rólunk mondani, szociális kérdésekben szociáldemokraták, gazdasági kérdésekben liberálisok, és nemzeti anyanyelvi dolgainkban pedig konzervatívok vagyunk. Néha kisebbségi kérdésekben könnyebb meggyőzni a szocialistákat vagy a liberálisokat, mint a keresztény demokratákat, tette hozzá Sógor Csaba, aki úgy véli, az euroszkeptikusok és az eurooptimisták között a realitás a számok talaján állva kell politizálni. Azzal kell esetenként összefogni, akikkel előre lehet mozdítani a kisebbségvédelem ügyét.